Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Tegnapi napon tudtuk meg, hogy a Magyar Nemzeti Bank vásárolt egy kastélyt, egész pontosan egy kastélyszállót. Nem is akármilyet, azt írják, én még nem láttam, nem voltam ott, nem tudom, hogy Önök jártak-e már arra, hogy ez egy több mint 3 hektáros területen lévő, tényleg egy nagyon szép kis szálloda, medencével, 30 szobával. Az első hírek arról szóltak, hogy ez 680 millió forintba került. A Magyar Nemzeti Bank ennyiért vette meg, aztán az MNB közleményéből megtudhattuk, hogy 415 millió forintot költöttek erre. A Demokratikus Koalíció még többet szeretne tudni, például, hogy milyen forrásból költött erre a Magyar Nemzeti Bank. Kerékbárci Szabolcs a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Milyen forrásból, hát saját forrásból? Hát egy olyan időszakon, kellős közepén vagyunk, amikor a forint elszállt. Emlékszünk jól arra, amikor Varga Mihály még ellenzéki politikusként szitta az akkori kormányt valamikor 6-7 éve. 315 forintnál már azt mondta, hogy ez a vég, és itt egy felelőtlen kormányzati politika van, felelőtlen monetáris politika, ütötték, verték a fideszesek a jegybank akkori elnökét. Most itt van ez az gigantikusan gyengült forint. A devizahitelesek megnézhetik magukat, mint ahogy mindenki ebben az országban, akinek fáj az, hogy a forint árfolyama hogyan alakul. Ez a kormány gyakorlat, ez a jegybank, bocsánat, a kormány egy főosztályaként működik, nem véletlenül mondtam, hogy kormány, mert a jegybank elvileg független, de valójában ez a Nemzeti Bank a kormány esztelen pénzpolitikáját támogatja vagy támasztja alá. Itt van ez az alapkamat, ez a történelmi mélyponton lévő alapkamat, amelyet ráadásul bebetonoznak, szabadulnak a befektetők a forinteszközeiktől, a magyar adósságlevelektől. Hogy jön mindez a kastélyvásárláshoz? Ez úgy jön a kastélyvásárláshoz szerintem, hogy miközben itt van a feladatát, a törvényi feladatát nem ellátó jegybank, kifejezetten a törvény ellen működik, az árstabilitás, a stabil, kiszámítható monetáris politika őrének kell lennie a Nemzeti Banknak. Ebben a helyzetben nem tölti be ezt a hivatását, és még elköltenek 100 milliókat úgymond jóléti kiadásra. Ez a szemforgatásnak, az álszentségnek és a pimasságnak a csimboraszója. Erről a kúriáról van szó. Igen, Tiszaroffon én már jártam egyébként, ezt a kastélyt speciál nem láttam. Ez egy nagyon szép Jász-Nagykun-Szolnok megyei település a Tisza partján. Nyilván egy gyönyörű ingatlan. Éheznek a gyerekek az országban. Másfél millió ember éhezik, ezen belül rengeteg kisgyerek. 4 millió ember él egyik napról a másikra. A jegybankban nem köztisztviselői fizetéseket adnak, nem sajnálnám tőlük egyébként, hogyha elvégeznék a munkájukat, ahogy említettem, a jegybank nem tölti be a törvényi feladatát. És ehhez képest megvásárolnak 4-5-600, akárhány 100 millió forintért, szerintem ez vérlázító. Ez a legszemtelenebb, legocsmányabb politika, amit itt lehet követni. Az van a közleményben, ahogy ön is említett, hogy jóléti szolgáltatásra kell a dolgozóknak, mert hogy több mint 1000 dolgozó jön, a Magyar Nemzeti Bank honlapján az szerepel, hogy 1195 dolgozója van a Magyar Nemzeti Banknak, és akkor azt írják, hogy arra törekszik a bank, hogy a béren kívüli juttatással, támogatási, segélyezési rendszer működtetésével, valamint egyéb jóléti szolgáltatásokkal támogassa több mint 1000 munkavállalóját. Még örüljünk, hogy nem stadiont vásároltak. Egyébként nem láttam egy órával ezelőtt... hogy nem mindenki tud focizni. Egy órával ezelőtt néztem az internetet, nem láttam Fidesznek sajtóközleményét, hogy felszólították volna a Nemzeti Bank elnökét, hogy... A biztos, hogy elkerült a figyelmét, sok ilyen közlemény lehet. De egyébként... ha ennyi pénze van, bocsánat, ha ennyi pénze van a jegybanknak, és tényleg jótékony célokat akar szolgálni, akkor miért nem támogat egy kórházat, miért nem vásárol gépeket mondjuk a Hánypár gyermekkórháznak, vagy miért nem mondja azt, hogy Budapest összes iskolájába egy hónapig, vagy nem tudom mennyire elég ez a 4-5-600 millió forint, akár meddig, ameddig ez a pénz tart, ők támogatják a gyermekétkeztetést.
millió olyan jótékony célra lehetne adni, amelyik tényleg enyhíteni az embereknek a gondját. Egy olyan helyzetben, amikor felelőtlen monetáris politika és felelőtlen költségvetési politika uralkodik. Ja, hát én nem tudtam, hogy azt hittem, hogy ezeknek a szótüdülőknek a időszaka már az úgy vége, az már lejárt. Hát ki lehet azt is számolni. Ez egy új kommunizmus, amiben most élünk. Ki lehet azt is számolni, hogy a 1415 millió forint, 1000 dolgozó, tehát akkor 415 ezer forint per fő a költés. Tehát, hogy ezt, ha úgy megkapják üdülési csekként, vagy ja, most már nem úgy hívják, mindegy szép kártya, vagy nem tudom milyen kártya, akármilyen támogatásként, azért elég sok éven keresztül lehetett volna támogatni a dolgozókat. Na mindegy, hát kevés az ilyen munkahely, amely egyszer csak gondol egyet, és azt mondja, hogy veszek egy szállodát az én dolgozóimnak közpénzből. Hogy mondta a Szijjártó Péter, pofátlan végkielégítések? Na ez a pofátlanság teteje. Viszont látszik, hogy pénzemberek, mert 680 millió forint volt, hogy ez a kúria, ennyire hirdették, és lealkutták 415-re. Az azért nem kevés. Igen, még örüljön a devizahiteles, és örüljön a szegény magyar. Jász-Nagykun Szolnok megyében egyébként ez egy nagyon szegény része az országnak, ez a vidék. Ha kimennek a Kastélyparkból, akkor rengeteg szegény emberrel tudnak találkozni a Nemzeti Bank dolgozói, meg Matolcsy György is. Lehet, hogy jobb lett volna, hogyha ott egy településfejlesztést hajtanak végre ennyi pénzből, mert azt is lehetett volna különben. Sorban az viszont nem ott funkciója a Magyar Nemzeti Banknak, az egészen biztos. Teljesen más téma, viszont most már végre többen felemelték a politika szinteréről is a hangjukat amiatt, hogy egy újabb, hát nagyívű konferenciát szerveznek Budapesten, október elején méghozzá, tehát van idő, addig kíváncsiak, hogy melyik hatóság és hogyan vélekedik majd erről a konferenciáról. Annyit tudunk pillanatnyilag, hogy ez nacionalisták és fajvédők konferenciája, erről számolt be az összes hírportál, hogy ők érkeznek a budapesti kongresszusra, ezt a jobbikos Gyöngyösi Márton, hát nem ő szólal majd fel állítólag ezen a kongresszuson, de ez most micsoda? Tehát, hogyha valaki ilyen típusú találkozót vagy kongresszust akar rendezni a világon, akkor az úgy eljön Magyarországra? Hát úgy látszik, igen, ezek az emberek nyilván oda mennek, ahol szívesen látják őket, és úgy érzékelik, hogy olyan a közhangulat, hogy szívesen látják őket. Ez arcul csapása Magyarországnak, meg a befogadó magyar hagyományoknak, és megint csak eltaszítja az országot attól, hogy szembenézzen a saját múltjával. Nyilván a tusnádi beszéde a miniszterelnöknek is bátorítja ezeket az embereket. Az egy nagyon szélsőséges beszéd volt, löki el az országot az Európai Uniótól. Úgy érzik ezek a úgynevezett fajvédők, vagy szélsőségesek, kirekesztők, emberellenes emberek, hogy itthon, otthonra találnak Magyarországon ezeknek a nézeteknek. Ez nem csak most jönnek, hát pontosan tudják, felvonulás, ünneplés, hányszor volt már ilyen, hogy különböző nemzetközi megmozdulásokat szerveztek ide? Igen, de ilyen még nem volt, amikor egy nemzetközi konferencia lett volna. Nyilván tudományos alapon akarnak, és ez a 30-as éveket idézi, meg a 20-as éveket, tudományos alapon akarnak majd tárgyalni arról, hogy mi a fajvédelem, erről még beszélni is szörnyű. A DK nyilván fog bizonyos lépéseket tenni, javasolni fogja, hogy például a Nemzetbiztonsági Bizottság hallgassa meg akár egy rendkívüli ülésén AVH-t, a Nemzetbiztonsági Hivatalt, hogy mit kíván tenni annak érdekében, hogy egyetlen embertársunkra se legyen veszélyes ez a konferencia. Mit kíván tenni a kormányzat annak érdekében, hogy olyan hangulat teremtődjön Magyarországon, hogy ilyet ne lehessen tartani, és hogyha mi lennénk kormányon, akkor megvizsgálnánk annak a törvényes lehetőségét, hogy betiltsunk egy ilyet egész egyszerűen. Meg kell nézni, hogy kik fognak ott felszólalni, ezeknek volt-e már ilyen-olyan megnyilatkozásuk. Ugye most jelentette föl a kollégám Nagy Huszein Tibor Balogh Zoltán minisztert holokauszt tagadásért, amikor kormányfő meg a minisztere, ráadásul egy lelkész, egy református lelkész tesz embertársakra
emberi méltóságot megsértő megjegyzéseket. Ez valami tébolyda, ami ebben az országban folyik, most már látjuk kormányzati támogatással, de itt volt már házelnök, aki állami pompával temetett el egy valós vagy fiktív hambakat, ugye Nyírő József hambait. Dübörgünk vissza a 30-as évekbe. Azt csak úgy vitték, hozták, de hogy aztán meglette, azt én mind a mai napig nem tudom, akkor nem volt. Szálasi Leghűbb vitézének a sírjánál, vagy az emlék helyénél ott volt a magyar parlament elnöke, a Fidesz egyik vezető politikusa. Emlékszünk rá. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.